Ritka lehetőséget kapott Albert Krisztián. A fiatalember 8 éve kötelezte el magát egy csöppet sem szokványos, szabadidős tevékenység mellett. Állatokat preparál, szakterülete pedig a koponyák és a csontok konzerválása. Szabadidős tevékenységként állatpreparálással foglalkozom. Azon belül koponya és csontváz preparálás a fő szakterületem, és néhány hete jött egy lehetőség, hogy Kínába látogathattam, ahol egy kéthetes szakmai szemináriumot tartottam egy ilyen tanszerellátó és preparátumokat is készítő gyárban. Amikor Kínába mentem, akkor természetesen a szakmai meghívásnak tettem eleget, azonban ott nem csak a szakmai dolgokkal foglalkoztam, hanem az élet minden területén, a mindennapi élet, illetve az ottani kultúra minél több elemét próbáltam magamba szívni, és egyrészt nem csak mint egy szakember, hanem mint egy turista is mindent fényképeztem, mindent gyűjtöttem, és ezekről az élményekről szeretnék most beszámolni előadásom keretei között. A délkelet Kínában található Fujian tartomány fővárosában, Fuzhouban tölthetett 2 hetet. Ez egy 7 milliós, kínai mércével mérve nem is olyan nagy város. Itt működik egy tanszergyártó vállalat, amely oktatási segédanyagként állatpreparátumokat is készít. A cég munkatársait képezte Krisztián, ám az előadás sorozat mellett maradt némi szabad ideje, így azt sem töltötte tétlenül. Igazából ahhoz képest csak egy kis szeletét, ugyanis végig egy város határán belül tartózkodtam. Ez egy Dél-Kelet-Kínában elhelyezkedő város, ez Fujian tartománynak a főváros, a Fuzhou, egy 7 milliós lélekszámot számláló tengerparti város. Hát ez egy relatíve kis város, így van, tehát ez pontosan, ahogy Tajvan szigetétől átérünk a kínai partokra, ez pontosan ott van, kikötőváros, és igazából végig a város falain belül voltam, de így is rengeteg dolgot láttam. A nem mindennapi lehetőségért Krisztián alaposan megdolgozott. Hobbiját olyan szinten műveli, hogy az állatpreparálás 3-szoros Európa bajnokának mondhatja magát. Elhivatottsága, a szakmai sikerének híre pedig immáron Kínában sem ismeretlen fogalom.